Eltűnik a távolság, és valóban nagyon aktuális Temesi Berci basszusgitáros dalszerző legújabb dala. Szerbusz, köszöntelek. Ugye több tekintetben is. Ugye ezt említetted nekem, hogy gyakorlatilag a nóta az már megvolt, de azért a maga a klipforgatás az például a karantén időszakában készült. Abszolút. Amikor még csak sejtettük, hogy eltűnik majd, vagy csökken az a bizonyos távolság. Mesélj nekünk egy kicsit erről az időszakról. Idén leszek 40 éves, azért készült egy teljesen speciális dupla szimfonikus lemez. Eddig inkább a pop, illetve a jazz műfajában alkottam, most kifejezetten klasszikus hangszerekre íródtak a művek, 16 új track, és köztük az Eltűnik a távolság is, melyet egy Németországban élő kiváló énekesnővel, magyar énekesnővel készítettünk közösen, illetve a svéd szerzőtársaim is voltak. Tulajdonképpen ez egy ilyen kis kooperáció, és erről is szól, hogy teljesen mindegy, milyen távolságban vagyunk egymástól, ha alkotni szeretnénk, és minden áron szeretnénk valamit közölni, és akár ezt művekbe foglalni, akkor meg tudjuk ezt tenni. Így történt ez is, és miután már lehetett mozogni, úgy alakult, hogy Tamara éppen Magyarországon volt, és le tudtuk forgatni ehhez a videóklipet, egy nagyon szép klipet tudtunk forgatni. Egyébként maga a dalszerzője mennyire szól bele, tehát mondjuk egy ilyenkor a forgatáson mennyire szólt bele abban, mert ez nagyon jellegzetesen énekli Tamara ezeket a hajlításokat, igen, a dalokat, tehát ugye nagyon, nagyon megragadó, és nem éppen egy egyszerű ének technikával. Igen, igen. Ezeket te kérted, vagy ilyenkor szabadságot hagysz például az énekesnek? Alkotni én úgy szeretek, hogy szabadságot adok azoknak a művészeknek, akikben bízom, akiket szeretek. Valójában azért is kérem fel őket, mert nagyon tisztelem a munkásságukat. Ezen a lemezen is több, hát közel 100 művész szerepel, hangszeres, énekes. Tamara, mivel Németországban volt, és a dalt, mikor küldtem neki, hogy énekelj fel, még ott volt, neki van egy saját stúdiója, elküldtem neki, és egy óra múlva visszaküldte ezt így, ahogy már halljuk, úgyhogy én úgy, ahogy volt, elfogadtam elsőre, csodálatosan adja elő a dalt. Úgyhogy... Tehát gyakorlatilag megtalálta azt a hangot, vagy eltalálta pont azt, amit szerettél volna ezt? Valójában, mikor elkezdtem a dalt, kifejezetten neki szerettem volna ezt adni, ezért én nagyjából tudtam, hogy mi ez a hangfekvés, ami nála nagyon szépen kristálytisztán működik, és kiváló barátom a Lombos Marcival írtuk a szöveget, illetve ő írta a szöveget. Én azt gondolom, hogy a Tamara szájából ez egy nagyon hiteles és nagyon szép szöveg. Említetted, hogy a klasszikus irány felé veszed most a hajót, ha fogalmazhatunk így. Miért? Miért jött ez most? Ugye te viszonylag zenélni is azért később kezdtél. Igen, tehát, igen. Hogy most még így mindegyikben megpróbálsz egy picit bele is kóstolgatni? 22 éve dolgozom a szakmában, eleinte ugye elsősorban rock-pop műfajból, aztán onnan egy kicsit a jazz műfajába kalandoztam el. Az első lemezem kifejezetten ilyen jazzy vonal volt. Ez már ugye a negyedik nagy lemezem, eleinte instrumentális művek voltak, utána már hozzájöttek szöveges dalok. A harmadik lemezem kifejezetten szöveges, és már poposabb, most pedig a klasszikus. Elsősorban azért, mert én azt gondolom, hogy a zene az egy kommunikációs lehetőség, egy nyelv, a hangszereinkkel kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy minél több hangszerrel tudok kommunikálni, annál több információt fogadok be, ezáltal ennél többet is tudok adni az embertársaimnak. Igyekszem minél szélsőségesebben hozzányúlni a dalokhoz. A dalok ugye egyszerű akkordok és bizonyos dallamok ezekre rádúdolva, de hogy milyen köntösbe burkoljuk őket, az már rajtunk múlik. Én igyekeztem most egy teljesen új arcomat megmutatni, és ezeket a dalokat akár ha pop zenekarral szólaltatnám, meg ugyanezek a dalok lennének, de mégis azt gondolom, hogy most főleg ebben az időszakban és a 40 évemhez közeledve ez a klasszikus hangszerelés egy nagyon speciális, ami mindig is a szívem csücske volt, és a Stingnek a gitárosa volt az, akit megkérdeztek, hogy milyen zenét hallgat az autójában, és ő mindig azt mondta, hogy a klasszikus zenét, és kérdezték, hogy miért. És erre volt a válasza, hogy nagyon egyszerű, hogyha olyan zenét hallgat, amit ő is játszik, akkor mindig pörög az agya, mert hogy mit ki lehetett volna jobban, meg máshogy, de egyszerűen a klasszikus zene úgy tökéletes, ahogy van, és nem gondolkozik rajta az ember, hogy itt most milyen hangszer kellett volna még, meg hogyan. Úgy, mindig jó egy kicsit visszamenni igen, a gyökerekhez. Igen. Kétszer is említetted ezt a 40 évet, és készülsz is egy nagy bulival majd. Igen, igen. Nem idén, már nem jövőre. Így van, hát idén kevés lehetőségünk van erre. Igyekszem majd jövő össze egy olyan nagy koncertet adni, és ezt a szimfonikus lemezt méltóképpen bemutatni, hogy külföldi sztárvendégeket is hívok majd Amerikából. Lehet tudni, hogy kiket? Tárgyalások vannak, alapvetően a terv már régi, ugyanis együtt dolgozom Brian Culbertsonnal, aki egy kiváló
sokszoros billboardista vezető jazz zongorista, viszont neki ilyen szimfonikus átiratai nincsenek. Mikor legutóbb Magyarországon járt és együtt koncerteztünk az európai turnéja során, zenekarvezetőként dolgozhattam vele, akkor megállapodtunk abban, hogyha lesz egy ilyen koncert, ő eljön, és általa egy nagyon komoly, többszörös Grammy-díjas, kiváló zenész is, akit most még nem merek megnevezni, mert velem még nincs megállapodás, valószínűleg vele fog jönni, és ennek nagyon-nagyon fogok örülni. Munkával fog akkor tenni neked ez a következő időszak? Én mindig szeretek dolgozni, szeretek alkotni, meg szeretem lekötni magamat. Nap 24 órájában ezzel foglalkozom, úgyhogy én szerencsés vagyok ilyen szempontból. Hát köszönjük szépen, hogy bejött, és kíváncsian várjuk majd azt a koncertet, az a bizonyos koncertet. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb, és viszontlátásra!